Jelentős mérföldkőhöz érkezett a 70 éves Kossuth Lajos általános iskola. Kedden ünnepélyes keretek között adták át az intézményben a közelmúltban kialakított okos tantermet. Az iskola igazgatója örömét fejezte ki, hiszen, mint fogalmazott, napjainkban kiemelten fontos, hogy a diákok megismerkedjenek a legkorszerűbb digitális eszközökkel, és azok segítségével tanulhassanak. Használni tudják majd a 3D-s nyomtatót, az indi robotokat, és azzal, hogy élmény alapúvá tesszük a tanítást és a tanulást, ezzel nagyon inspiráljuk a gyermekeinket az oktatási folyamatba való részvételükre. Egy igazi technológiai lavina indult el a városi iskolákban, ezt már Laufer Tamás, az Alba Innovár vezetője mondta. Hozzátette, az elmúlt 3 évben városszerte 9 intézményben sikerült már hasonló tantermeket kialakítani. Ezek közül 5-öt az önkormányzat támogatott, a többi pedig a képes programnak, valamint helyi cégeknek köszönhetően jöhetett létre. Az Alba Innovár pedig nem csak az eszközök beszerzésében segít, de a tanárok egy részének képzésére is nagy hangsúlyt fektet, akik aztán továbbadják tudásukat az iskola többi dolgozójának is. A tanárok, akik bírni fogják azt, hogy hogyan lehet hatékonyabban képezni a gyerekeket, használni ezeket a legújabb technológiákat, az, hogy akár kiscsoportos módszerekkel is felzárkóztató oktatásokat tudjanak végezni fele, ők képesek lesznek majd átadni a maradék, idézőjelbe téve természetesen, tehát a többi tanárnak, a többi 80%-nak is idővel. Laufer Tamás hozzátette, távlati cél az, hogy a város mind a 21 iskolájában legyen a jövőben hasonló terem. Ha pedig ez megvalósul, akkor megcélozzák azt is, hogy minden iskola, minden tanterme okos legyen. A városrész önkormányzati képviselője Őstör Anna Mária köszönetet mondott az összefogásért. Mint mondta, a kossuthosok mostantól boldog és okos iskolában tanulhatnak. Ne felejtsük el, hogy itt minőségi tanítás folyik, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekek hogy érzik magukat, milyen környezetben tanulnak, milyen lelki környezetben, és én mindig azt láttam, hogy a központban vannak a gyerekek, és én ezt nagyon szépen köszönöm a pedagógusoknak. Úgyhogy az öreghegyieknek egy okos és boldog iskolájuk lett. Égig az, jó, ügyes! Az ünnepélyes átadást követően a másodikos kisdiákok játékos, QR-kódos feladatokon keresztül mutatták be, milyen nagy hasznát veszik majd a jövő eszközeinek.